világos éjszakán. Miről álmodik a lány, hogy jön egy királyfi tán, hófehér maripán. Ez az álom oly mesés, ám de jön az ébredés, a királyfi oly kevés, és hogy jön tévedés. Itt van még valami a kosár fenekén. Lújza kisasszonynak hoztam ezeket a füzeteket, meg a lapokat. A gyereknek a nevét olvastam bennük, ő küldi Pestről. Igen, Pestről. Igen. Milyen kedves maga Viki bácsi. Megvallom őszintén, hogy néha én is belekukkantok, mert nagyon szeretem nézni a képeket. És tudom, hogy sokat voltak együtt, és sokat beszélgettek. Tud beszélni a fiam, jó pap lett volna belőle. Téli karat, baj! Kérlek! Te ne zavarja, folytod a tárgyát! Csodálom, hogy ügyvédtére nem tud is elkedni a bíróság előtt! Kedves! Kölári! Figyelmeztetem, hogy a hamis tanú. Hamis tanúzást a törvény szigorúan bünteti! Ha, 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 ha. Kérem! Én az igazat mondom! Nem! Én állítom, hogy a tanúnak semmi köze a reviszi padhoz! Nem! Meg ne harapja, rüljön! Már nem akarok megvívni minden csatát. Nem akarok átharcolni minden napot. Csak élni szeretnék csöndesen, nyugodtan, kicsit öregesen. Élvezni a csodát, hogy élek, nem csak úgy átrohanni az egész. Megélni a jót, és hallani a szépet, ez adjatok, angyalok, segítséget. Ez adjatok, angyalok, segítséget.